és a zene megérkezett. Szevasztok, srácok, mi a helyzet? Így Sámán, és az a helyzet, hogy tegnap megláttam Miss Mikát, hogy Subnautikát játszik, és annyira megjött hozzá a kedvem, annyira régen játszottam vele, mostanában kicsit pedzegettem a gondolattal, hogy mi lenne, ha Subnautikáznánk. Mert hogy egyébként, nem tudom, tudjátok-e, de a Breed Edge nevű játéknak, amilyen űr-szubnautika-szerűség, nem sokára jön egy második epizódja, nagyon jól néz ki, és mivel ezen a, mivel a csatornán még nem volt szubnautika végigjátszás, azt gondoltam, hogy elkezdjük ezt a játékot, én már többször játszottam vele, egyszer teljes egészében végig is vittem a sztorit, de lényegében véve szerintem többször nem vittem végig a sztorit, csak egyszer vittem végig, csak ilyen kis időtöltésként játszogattam, de úgy gondoltam, hogy csináljunk egy ilyen teljes egészében végigjátszást a Subnautikából. Nagyon izgatott vagyok. Odafigyelünk a sztorira, nem fogunk sietni. Jó, tehát szépen megadjuk a módját neki, hogy mindent felfedezzünk a játékba, és a legtöbb mindent, mert azért ez egy óriási mapról van szó. Úgyhogy szerintem nem is szaporítom tovább a szót, bele is vágunk. Egy új, így túlélő játékot fogunk játszani. Nézzük meg, hogy hogyan alakul a sorsunk. Nyilván a sztorit már tudom egyébként, hogy nagyjából mi a helyzet. Nem biztos, hogy minden egyes részletre emlékezni fogok. Indítsuk. A kis... Ezt eddig nem is láttam, hogy ez a LifePod, ez igazából két személyes. Ott is van, szembe is van egy ülés. Zseni ez a játék. Okay. Ez kéne, hogy rögtön akkor föl is vesszük a tűzoltót. Mocsuk el a tüzet szépen. Oké. Okay. Vészhelyzeti üzemmód indítása 16%. Fejsérülést szenvedtünk. This PDA has now rebooted in emergency mode with one directive to keep you alive on an alien world. Please refer to the data bank for detailed survival advice. Good luck. Oké. Először is veszünk magunkhoz egy kaját meg egy vizet. Mindenféleképpen, és akkor ha jól emlékszem, a legelőször azt kéne megcsinálni, hogy szerzünk egy ilyen repair toolt, szilikon gumi, barlangikén meg titánium kell hozzá. Jó, akkor menjünk ki, és akkor nézzünk szét. Titánium könnyen beszerezhető, például itt is van egy. Ez most pont rész volt, de nem baj, az kelleni fog nekünk. Még nagyon kevés ideig tudunk a víz alatt maradni. Erre figyelnünk kell. Már csak 18 másodperc. Úgyhogy lehet, hogy az oxigéntartályt kéne legelőször fejleszteni. Nézzük csak meg. Azt mondja, hogy oxigén tartály, EAH-hez csak titánium kell. Jó, akkor ezt meg is tudjuk csinálni. Kicsit több ideig tudjunk a víz alatt lenni.
Így van. És azt rögtön meg is nézem, hogy ehhez mi kell? Szilikongumi kell a másikhoz. Így is van. És akkor most már 75-ig tudunk a víz alatt maradni. Jó. Na akkor lootolgassunk egy kicsikét, és akkor utána majd sztorizgatunk is, de először is meg kell javítanunk ugye a cuccokat. Jaj, de jó. Szerintem itt lesz a bázisunk. Oda lehet egy termál erőművet rakni. Ami ugye gyakorlatilag kifogyhatatlan energia. Fogjunk már pár halat is. Üzzétek el, múltkor... Múltkor próbálgattam kontrollerrel játszani ezt a játékot, hát... eléggé borzasztó. Meg azért is, mert ezek a halak nagyon gyorsan úszkálnak. Tök nehéz egyébként elkapni egy-egy ilyen halat. Kontrollerrel. Egy idő után kifáradnak, és akkor sokkal könnyebb lesz. Kéne nekünk még... szilikon gumi. Csak az hogy is volt a szilikon gumi? Szerintem az valamilyen ilyen páfrány. Igen, az a világító cuccnál volt. És barlangi kénre van még szükségünk. Jó. Na mindjárt akkor meg is nézzük. A barlangi kén az a robbanós cuccoknál szokott lenni. Elméletileg talán itt lesz. Nem? Na, ez mit csak? Ezüst? Arany? Are an essential component of many habitat modules. Be advised, a common super, ez nagyon jó volt, csak keveredjünk mindenki. Tök jó, hogy találtunk ezüstöt, mert akkor meg tudjuk csinálni a nagyobb oxigénkészletet is. Húzzunk fel. Azt mondja, hogy nézzük csak meg. A nagy oxigén tartályhoz két üveg kell, tehát akkor itt még lootoljunk egy pár... kell még nekünk egy... kvarc. Minimum. És ezt még gyorsan... itt ami van még, azt szerintem kilootolgatjuk. És van még kvarc. Aranyat is találtunk, zseniális. Hát jó. Ó! Ezek a növények adják a szilikongumit. Úgyhogy, ha már itt vagyunk. Akkor szedjünk pár ilyet. Oké. Life on this planet grows in unusually distinct and diverse ecological biomes. No. Kristóf, szevasz, szevasz. Hamar kezdés. Hát most egy kicsit szubnautikázunk itt a legelején. És aztán majd egy pici szünet. Úgy döntöttem, hogy egy ilyen 2 óra szubnautika, és akkor utána kezdjük el a Assassin's Creed
Odüsszinek a folytatását. Na most ez mi volt? Ezt felvettem már? Na, menjünk vissza, mert elég távol kerültünk a Lifeport-tól. Úgyhogy ez a terv mára. Örülök, hogy itt vagy. Mi a helyzet? Mesélj valamit. Aztán nem ártana egyébként. Jó, persze, nyilván nem kell sietni. Még mielőtt besötétedik, jó lenne valami barlangba kint találni. Kérdés, hogy hol van a... Itt van a lifepod. Az a baj, hogy még nincsen iránytű, ilyenkor még nagyon nehéz tájékozódni. Másik irány. Még mielőtt besötétedne, jó lenne megcsinálni egyébként a cuccokat. Már majdnem minden van hozzám. Mindjárt eszek valamit. Ott pont abban a barlangban nem volt semmi. Na itt van. Robbanóhal. Francba. Jó, mindjárt meghalok. Gyerünk, 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 gyerünk. 3, 2. Na. Eszköztár megtelt. Ezt megesszük szépen. Na, hol is volt az? Valahol itt, ugye? Van, barlangi kén. Na, és akkor meg tudjuk csinálni. Szépen. Meddig lesz a stream? Hát, mit tervezem, hogy most nagyjából egy olyan 2 óra, hogy nagyjából délig lesz Subnautica, és utána egy kis szünet, kajálok én is, és akkor utána, hát mondjuk egy olyan 1 órától talán 3-ig lesz az Odyssey. Ez lesz a terv mára. Kell nekünk szilikongumi. És akkor meg is tudjuk csinálni ezt az eszközt. Ezt mondja, megvan. Oké. Akkor ezt ki is pinelem innen. Tök jó, hogy ezt a frissítést behozták ebbe a játékba is. Ja, abszolút nem modolva játsszuk a játékot. Tehát semmiféle segítség nincsen. Szevasz Pisti, mi a helyzet? Üdvözöllek. What's going on? Na, indítsuk el ezt a vészjelzést, mert el kell jutnunk valameddig, hogy az iránytű meglegyen. Elsődlegesen. Meg hogy gyakorlatilag ezen érkezik a sztori. Oké, na. Azt mondta, elindította. Közben akkor ez ugye újra töltődik, ez a első segélykészlet. Jó. Készítsünk pár kaját. Vizet. Így. És akkor ezt szépen elfogyasztjuk. Ezt is. Jó. Na, és akkor az volt a következő lépés, hogy megnézzük, hogy ehhez a nagyhoz mi kell, 2 üveg kell hozzá. Jó, azt viszont tudunk csinálni. 1 üveg. Vélemény erről a játékról? Van véleményem. Ez egy jó játék.
Ez egy jó játék, igazából már játszottam párszor vele. Egyszer végigvittem a sztorit, de most kedvem támadt újból megcsinálni. Úgyhogy ezért ez az apropója a mostainak. Meg végülis a csatornám még nem volt Subnautica. Mármint végigjátszás. Úgyhogy erre ezért gondoltam, hogy ez esetleg hasznos lehet. Na, már 135-ös a cuccunk. A következő, amit fogunk csinálni, ugye mutatom nektek, szkenner. Na most ehhez kell nekünk... Csináljunk... Kell nekünk... Elem. És nem is emlékszem. No comment. Kommentálhatod? Kommentálhatod? Kommentáljad csak. Szóval, ez megvan. Hát, készítsünk kenőanyagot, bár nem tudom, hogy az még kell-e majd. Oké. Ezt is kitűzzük, mert ez meg jó arra, hogy ilyen éjszaka mászkáljunk. Ez is elem kell. Hát nem tudom, mennyi rezet gyűjtöttünk? Azt hiszem, hogy egy részt kell az elemhez. Nézzük meg. Egy rész kell, meg két sav, tehát akkor négy savgombát kéne beszerezni, az itt nem messze van. Úgyhogy ezt be is szerezzük. Ezek a savgombák. 1, 2, 3, 4 darab savgomba kell. Úgyhogy így. Így járkálunk. Sugárzás van. Két elem. És már meg is tudjuk... Erre csak üveg. Egy üveg kellett hozzá. Szuper! Na nézzétek már, akkor megvan a... ez már kábelkészlet kell. Jó. Na, akkor csináljuk meg. Szkenner. Az nagyon jó. Mert ez kell az első víz alatti járművünkhöz. A második cucc ez lesz, mert ezzel éjszaka is lehet mászkálni. Úgy. Kikapcsoljuk. Oké, és akkor még azon gondolkodtam, hogy talán még kést lehetne csinálni. Úgy. Na, kérlek szépen, ezt szépen elfogyasztjuk itt. Akkor kirakom, van még két rezünk, nagyon jó, az még majd kelleni fog. Ezeket szépen kipakoljuk, tök jó, hogy már van arany, egy ezüst is van, nagyon jó. És igazából ennyi. Hát az a helyzet, hogy a vízzel nem állunk túl jó. Ezt az egyet ide átrakom, és akkor... Ja, várjál csak, lehet csinálni. Ha jól emlékszem, itt van, megvan. Vannak ezek a nagyobb korallok. És mivel most szedtünk sót. Ezekből a korallokból, lehet, hogy kettő kell belőle. Ezek csak. Ezekből a korallokból. Jaj, nem szilikongumi kellett volna, nem kenőanyagot. Na, mindegy, kenőanyag is kell majd. Szilikon. Lehet csinálni... fehérítőt. Egy. Jó. Tehát egy só, egy. És lehet csinálni... Tehát inkább ezt kéne használnunk, mert ebből kettő ilyen van.
És ebből a, azt szerintem úgy van, hogy ez a, ebből a sima vízből akármennyit lehet csinálni. Szerintem valami ilyesmi volt benne, hogy akármennyit lehet csinálni, úgyhogy sót kell gyűjtenünk, párat még itt a legelején, és akkor nem lesz probléma. Na, használjuk a szkennert, mert itt a közelben van egy roncs, ott van. Ott a roncsnál általában szokott lenni valamilyen szkennelhető dolog. Például itt van egy forgószék. De a YouTube-on is fogok streamelni, srácok, hogyha esetleg még... Ezt még szerintem nem mondtam. YouTube-on is fogok streamelni, mégpedig az Assassin's Creed Mirage lesz a YouTube stream. Csak arra még nem állítottam be a dolgokat, de azt terveztem, hogy a YouTube-on az Assassin's Creed Mirage-zsal fog debütálni a YouTube-os streamet. Ez a graviton csapda, ez jó. Az a halaknak, főleg itt a legelején. És ebből is kettő kell, kettőt kéne megtalálni. Itt volt még valami, nem? Lehetett még itt. Ennyi? Szék. Itt kívül. Körbenézzünk itt mindenfelé. Jó, hát itt más nincsen, úgy látom. Úgyhogy megyünk valamelyik irányba. Szétnézünk. És megnézzük, hogy most ezeket az élőlényeket azért nem szkennelgetem itt be, mert pontosan tudom. Emlékszem már rájuk, hogy melyik élőlény mit tud, meg melyik növény mit tud. Itt, itt mintha láttam volna lent valamit. Mikor itt erre bókláztunk. Hogyha valahol lett volna valamilyen láda. Nem volt itt lent? Jajjaj! Azokra vigyázni kell. Kis golyók ki tudnak nyírni. Nézzük már meg. Hol vagyunk pontosan? Csak óvatosan, mert vannak olyan helyek, ahova nem szívesen szeretnék el kalandozni. Igen, a nyitó stream lesz a... Nyilván csinálok majd egy ilyen néma tehát ilyen felvételt, csak hogy biztos, hogy biztos. Na várjátok, mert kell egy ilyen. Igen. Tényleg itt, itt lent. Ó, várjátok. Ez kelleni fog. Csak hogy kipróbáljam így a cuccokat. Előtte. Ez a problémám. Hogy most a terv az, hogy körbenézünk, szépen megnézzük ezeket a cuccokat, ezt a, ezt a koralzátonyt itt, körbe. Ezt be jól lenne gyűjtögetni még egy kis rezet.
Mert itt ezen a részen van blueprint a graviton csapdának, meg a beaconnek, a jeladónak a blueprintje. És ez mind a kettő nagyon fontos a legelején a játéknak. Nem beszélve arról, hogy lehet, hogy lesz itt más blueprint is. Nincs. Lassan már beterik az inventory. Ott a beacon. Szuper. Jeladó. Meg is van. Haj, de örülök ennek. Nincsen esetleg egy graviton csapda töredék. Ott van! Ott van, innen látom. Szuper, akkor mind a kettőt építünk. Akkor meg lesz oldva egy darabig a víz és a... Itt még azért nézzünk szét, hát ha van még elvétve mondjuk egy... Aha, erre gondoltam. Ebből is azt hiszem kettő kell, igen. 50%-ban megvan. Pult. Na. Dekorációt gyűjtünk. Szóval ott nincs. Megnéztük, szerintem nagyjából ennyi. Sajnos nem itt van. De nem baj. Megtelt az eszköztár. Teljesen? Na, még egy hely van. Egy réznek örülnék. 280 méter. Arra. Mi? 280... Ja, túl gyorsan forgattam. Nem mondom, milyen két HomePod is van. Ez az. Na, és akkor tele vagyunk, akkor most már mehetünk haza. Közben itt még szétnézegetek. Merre megyünk? Igen, erre felé szétnézegetek. Hát, ha véletlenül belefutunk egy töredékbe, mert közben mindjárt besötétedik, amit be tudok szkennelni. És akkor meg lesz a... kicsit gyorsabban tudunk majd közlekedni. Egyrészt a... lesz egy új... Várjátok, ott van valami. Lesz egy új kacsatalpunk. Meg akkor meg tudjuk csinálni ezt a közlekedő eszközünket. Ah, ha jól emlékszem, itt a legelején szokott lenni egyébként. Ez micsoda? Így legyen ötösem a lottón. Csókolom, itt is van, itt több is van, itt meg lehetett volna az egészet találni. Jó, azért még benézünk ezekbe a ládikókba itten. Itt is van. Szóval itt van az összes. Mi véletlenül itt hagyjunk valamit. Úgy látom, hogy ennyi az annyi, és közben szépen be is sötétedett. Na! Hát akkor elméletileg tudunk most mindent csinálni, úgyhogy most menjünk haza. Ha minden igaz. Veszek egy levegőt, megyünk haza, és akkor elkezdjük szintetizálni a cuccokat. Hát kell nekünk egy elem valószínűleg ehhez a víz alatti közlekedő eszközhöz. Kell nekünk
egy talp. Kell nekünk egy talp. Azokat a blueprinteket majd mindjárt le is szedem. És akkor... ja, tényleg a graviton csapda. Ahhoz nem tudom, mi kell. Mondjuk gyűjthettem volna a sólerakórást. Nem baj, azt most, de most hidratálni is fogjuk magunkat. Nézd meg, ott is van egy láda. Hát, itt is lehetett volna. Ja, tele vagyok. Ezt most nem tudom elvinni. Jó messze mentünk. Jó messze mentünk, azt kell mondjam. Na de a következő feltérképezendő terület majd a piros füves vidék lesz. Na most... ennyi van, hogy lehet, hogy meg kéne várni a rádióadást, amiben az iránytűnek a pozícióját fogja megadni. Elméletileg egyébként iránytűt is tudnánk készíteni, ha jól emlékszem, ahhoz arany kell, és nekünk van. Tök jó, hogy itt a Lökron legelején találtunk. Na, hát kérem szépen, már megjöttünk. Közben be is sötétedett. Hallgassuk meg a rádiót. Ez lesz az. Ez a... Jó. Ott van a hármas mentőkabin, és szerintem ott lesz az iránytűnek a tervrajza is. Na, először is készítsünk szilikongumit, az. És akkor abból tudunk ezt csinálni, nagyon jó. The fabricator draws from available data to provide environment appropriate equipment using locally available materials. For your safety, this setting cannot be overridden. Jó. Na, és akkor kérlek szépen, beacon, ha... Ha innen is ki tudom rakni, jaj, de jó. Azt a hármat kirakjuk, és... ezeket meg levesszük. Mi volt az eszköz? Ezt levesszük, meg ezt levesszük. Ahhoz jó sok rész kell. Négy darab rész. Látok meg, akkor ezt megcsináljuk a... Megcsináljuk a... titanium-öt. Leszkeneljük. Leszintetizáljuk az összes titániumot, ami létezik. Szerintem a játékban ez a legalapabb dolog, a titánium. Hoppá, 26 darab, 30 darab titánium, az komoly. Kell minden esetre egy elem. Ez 1, 2, 3, 4. A graviton csapdát meg tudom csinálni meg a, ezt a szíg, vagy ezt, hogy hívják ezt a... ezt az elemes siklót. És ahhoz kellett a kenőanyag. Jó, akkor azt csináljuk, hogy részdrót. Jó, tényleg kellene nekünk 4 darab. 4 darab. 1, 2, 3. Négy. Ja, de várjál! Akartam inni. Hogy? 4.
Itt is vagyunk. És... akkor megcsináljuk ezt. Ebből kettő kell. Kettő. Sajnos elfogyott a rész, szóval a beacont nem tudunk csinálni, vagy ezt a jeladót. Viszont van nekünk egy ilyenünk. És abból viszont... nézzük csak meg. Egyszer. Ja, ahhoz még kell egy rész. Na akkor. Na, ez már könnyebb lesz. Elkapni, ja. Jó, pakoljunk ki az inventoriból. Köljünk ki. Van pár titánium, azt kell mondjam. Oké. Hát jó. Ennyit tudok kipakolni. Ez kész. Kicsit túlspiráztam most így az egején a titániumot. Nem fér el. Na. Őszintén szólva... rezet kéne gyűjteni. Úgyhogy ilyen mészkő kinövést kéne keresni. Elméletileg itt az oldalán kellene, hogy legyen. De még azt nem látok, ott van egy. Ott ez titánium, gratulálok. Na már nem baj, most már világosodik. Méletileg itt most már... lassan kéne, hogy lássunk. Mészkőt. Na mondjuk ilyen kvarc is jó jön. Van. Na persze, hogy nem az. Na, itt van a rész. Szuper. Quantum detonáció veszélye fennáll. Azt mondja. Quantum detonáció veszélye fennáll. Hogyha tovább romlik az állapota a hajtóműnek. Na. Megcsináljuk ezt a graviton csapdát. Opa. Megcsináljuk ezt a graviton csapdát. Hát ezzel már sokkal gyorsabban lehet haladni. Így, hogy megcsináltam a kacsatalpat. Azaz. Rész. Hát, hogy kéne még gyűjteni, mert ez minden egyes alkalommal elmegyek lootolni, az túl gazdaságos. Mi van már megint éjszaka? Most világosodott ki. Napfogyatkozás van. Ez, hogy azt hittem ebből több van. Ez most nem kell. Na jó, összeszedjük. Építünk belőle valami tárolót. Mondjuk ez jó jöhet. Arany. Ó, itt van a
gomba barlang. Ugye megnézzük ezt pontosan hol van, mert erre majd szükségünk lesz. Pár nyersanyaghoz. Jó, tehát azt mondja, ott a mentőkabin. Hát majdnem mögötte. Ha már itt vagyunk, akkor szedek pár só lerakódást. Ezt köztár meg. Jó. Ez az. Van még hely? Nincsen hely. Na jó. Jó lenne pár só lerakódást szerezni. Ezt elfogyasszuk. Várjál már! Ez a hal föltölti az oxigént. Hol van ilyen hal? Jól láttam, hogy föltöltötte az oxigént. Ezt majd mindjárt megnézzük. Ezt eddig nem is tudtam. Na, ennyi elég lesz egyébként. Ezt majd érdemes lenne megnézni. Merre megyünk? Ott van. Szóval érdemes lenne majd megnézni, hogy ez tényleg föltölti az oxigént. De mint hogy úgy láttam volna, hogy föltöltötte az oxigént. Az a lila hal. Az. Ne csak egyet kidobunk a titániumból. Fogjunk már egy ilyen lila halat. És csak, hogyha elfogyasztod, föltölti az oxigén egy részét. Azta. Hát ezt nem tudtam eddig. Hoppáka. Nagyon jó. Na, akkor meg tudjuk csinálni a graviton csapdát. Békönt is tudunk csinálni. Békönt. Mert akkor egy tárolót is csinálunk, sajnos el kell pazaroljak rá, bár nem szeretem ezeket a tárolókat, de muszáj lesz, mert nagyon sok titániumot gyűjtöttünk, és nem fog elférni. Azt mondja, hogy ide rakunk egyet. Úgy, és akkor azt mondja, 4-es, 5-ös? Az az. Na, mi történt? 1, 2, 3, így. Szuper! És akkor ide még belerakunk innen titániumot. Tudod mit, lehet csinálunk még egyet. Ezeket kirakom. Így. És akkor csináljunk még egyet. Azt hiszem 4, azt a 4-et használ hozzá. Így. És akkor ezekbe a tárolókba csak titánium lesz. Na, már megint. Úgy. Így. Pont belefér az összes. Na, kérem szépen, ide lerakjuk a graviton csapdát. Úgy. Azaz, azaz. Hoppáka. Kajáljunk egyet. Pont kajálni nem kell. Inkább víz kell majd. Na jó, nem baj, akkor ezt így berakjuk.
tarcsiba ezeket a halakat, hogy nem nyersen nem romlanak meg, ez egy jó tipp. Nyersen nem romlanak meg a halak. Na, és akkor kérlek szépen, kéne nekünk egy, kettő, három fehérítő. Ez jelenti, hogy táblakoral minta kellene nekünk. Még azt hiszem három darab. Egy, kettő. Na, húzás is. Na és akkor van elég kajánk, van elég piánk, tele az életünk, mehetünk kalandozni. És akkor most ezt meg is nézem, hogy elméletileg akkor végtelen számú egy ilyen vízből végtelen számú rendes vizet lehet csinálni. Nézzük csak meg.